Eszterházy Podcast. Ez a Tittel Podcast, ahol hónapról hónapra az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárához kötődő témákról beszélgetünk. Most Verebélyi Balázst, a kommunikációs csoport adminisztrátorát köszöntöm, akivel alapvetően az egyetemi hímző szakkörről beszélgetünk, de természetesen nagyon sok szó esik majd a könyvtárról. Balázs, köszöntelek nálunk! És akkor rögtön fel is fedem, hogy hogyan is kapcsolódik össze a népművészet és a könyvtár, mert hogy októbertől újraindultak azok az öltögető névvel említett hímzőszakköri foglalkozások, amelyeknek a könyvtár ad otthont. Valóban igyekszünk otthont adni, otthonossá tenni ezeket az alkalmakat, de talán erről majd később. Először beszéljünk arról, hogy a második évad kezdődött el az öltögetők életében. Te milyen érzésekkel kezded immár második éve ezt a kollégáknak szervezett szakkört, amely a könyvtárban valósul meg. Először is üdvözlöm a hallgatókat. Ebben az évben januárban kezdtük meg a szakkörnek a működését. Akkor a Nemzeti Művelődési Intézet által a szakkörprogramot meghirdetett programmal kezdtük el. Ekkor kaptunk 5 főre egységcsomagokat, amiben az alapanyag volt benne. Emellett a Nemzeti Művelődési Intézet csinálta egy ilyen szakkör programot, amin a honlapon voltak fönn nekik videók, és ezek segítségével tanítottam le nekik ezeket a technikákat. Ekkor Békés megyei hímzésekkel ismerkedtek meg, és így ilyen folyamatos technikai fejlődés volt számukra ez. Megismerkedtek az alapöltésekkel, azután készítettünk velük különböző használati tárgyakat, tésztazsák volt benne, mondjuk egy női kötényt, neszeszereket készítettünk, vagy könyvborítót. Könyvtárosok ezt kedvelték, hogy ilyen könyv vagy határidő naplóra készítettek borítót, és a végén még egy keresztszemes technikával tányéralátét is készült. Nyárra is kaptak házi feladatot, hogy ne menjenek el csak úgy, hogy elteljen nekik a nyár. Akkor egy kreatív feladatot kaptak, amikor különböző mintákat kaptak, és akkor különböző színű fonalakkal ezt színezzék be. Ez a múlt, de ugye úgy tűnik, hogy elég jól sikerülhetett, akár számodra is. Azt tudom, hogy a résztvevők külön kérték, hogy legyen folytatás. Igen, kérték is, és szeptember folyamán is összegyűltünk a haladó csoporttal, mert 2 csoport van, van kezdő és haladó. A haladó csoportnál ott megy a továbbfejlesztés. Szeptember még ez a bemelegítés hónapja volt, és októberre kezdtünk el foglalkozni a fejlesztéssel, ami mindig egy ilyen technikai fejlődést ad nekik. Most a furta hímzés hoztuk például, amikor sötét alapanyagra világos vonallal készül ez a hímzés, és itt technikában az, hogy sűrűn tudjanak ölteni, hogy ne világítson át nekik az alapanyag. Majd a palóc hímzés következik nekik, mert mivel palóc vidéken vagyunk, így ezt a hímzést preferáljuk elsősorban. Itt majd szálhúzásos technikával készítenek majd mintakendőket, ezt a technikát elsajátítják, és későbbiekben tudják alkalmazni lakástextileken, használati tárgyakon, illetve ruházaton is. Azt látom, hogy nagyon nagy élvezettel mesélsz a különböző mintákról, és az egésznek a népművészethez kötődő hátteréről, de nekem a legizgalmasabb az az volt a mondani valódban, hogy a kollégáknak szervezett szakkörről van szó. Számomra mindig nagyon kedvesek ezek az alkalmak, az ilyen jellegű kezdeményezések, amikor itt dolgozóknak igyekszünk valamit nyújtani. Kik azok, akik fogékonyak voltak erre, hogy akár az a szakkör keretében, akár a most elindított kezdőcsoport keretében akarjanak ilyesmivel foglalkozni? Elsősorban, amikor elindítottam ezt a szakkört, az volt a cél tényleg, hogy hímző emberek jelentkezzenek, és nagy részén a kollégákra gondoltam, azért volt, hogy itt volt az egyetem intézményeibe hirdetve, és számos kollégánk jelentkezett az egyetem különböző részlegeiből. Emellett tény, hogy könyvtárban vagyunk, számos könyvtáros is tagja így a szakkörnek, és a kezdőcsoportban is ugyanez a tendencia, hogy ott is nagy rész kollégák a tagok. Emellett hallomás révén jöttek más személyek is, akár mondjuk a érseki palotából is. És akkor mindenkit összeköt ezek szerint a hímzés szeretete. Nem titok, hogy ebben az évben én is próbálok majd részt venni ezeken a foglalkozásokon, mert önmagában csak nagyon jó volt azt látni, hogy ezek nagyon jó hangulatú alkalmak voltak. És nem titok az sem, hogy miért tudhatom, hiszen ott zajlott a szemünk előtt, nagyon sok esetben akár az első emeleti belső teremben valósult meg ez a szakkör. Milyennek látod, milyen helyszíne a könyvtár ennek a szakkörnek? Beszéltem a könyvtár vezetőjével, Krisztával ezzel kapcsolatban,
és akkor ő rögtön örömmel rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a helyszínt. A 212-es Churchill teremben voltunk eleinte, akkor könyvtárosok nagyon nagy segítségünkre voltak, mert a belső világítás mellett kaptunk kis asztali lámpákat, ami jobb megvilágítást tud adni a hímzésnek, de mellett más technikai segítséget, például laptopot, kivetítőt is tudtunk használni, hogy ezeket a prezentációkat, amit hozok nekik a előadásokra, azzal meg tudtuk nézni. Szoktam készülni néha egy-egy prezentációval is, hogy azért hozok rövid néprajzi anyagot, a hímzésről egyéb információkat megtudhatnak róla, és sok-sok képet, hogy lássák ezek a hímzések, amiket már elkészítettek mások, hogy néznek ki, mit lehet még esetleg, vagy ötletet tudnak venni ezekből a képek alapján, hogy ők is tudnak hasonló tárgyakat készíteni. Jelenlegi évben is ugyanúgy a könyvtárban vagyunk, csak most egy másik teremben, mert hogy két csoport van, 20-21 fő van körülbelül most így a két szakkörbe összesen, és ők most órabontásban vannak, tehát először a haladókkal foglalkozok, majd a kezdőcsoportra irányítom a figyelmet. A foglalkozás elején szoktunk egy ilyen játékos feladatot elindítani, hogy egy kicsit ráhangolódjunk a foglalkozásra, kiessünk a mindennapi munkából, mert gyakran 5 perc nem telik el, hogy átesünk a napi feladatokból így a szakköri életbe, és utána meg szoktuk nézni, hogy ki mire haladt, megbeszéljük, és akkor utána kezdjük az napi témát, amivel mindig készülök. Igen, valóban nagyon jó a hangulat, és bízunk abban, hogy ez annak is köszönhető, hogy a nagyon lelkes munkatársaim átviszik ezeket a lámpákat, igyekeznek segíteni azt, hogy minden elérhető legyen, vagy akár tárolható is legyen. De valóban nekünk is egy nagyon izgalmas színfolt, és a legnagyobb örömünk az, hogy időről időre rendezünk a könyvtári térben kiállítást is, akár ugye az első emeleti könyvtári térben, és éppen akár a te munkád, ugye először az Ez is én vagyok keretében, majd pedig a szakkörönkák is helyet kaphattak a könyvtárban. Igen, ezek nagyon hasznosak, ezek a kiállítások, mert sokszor itt találkozunk a kollégákkal, ismerjük egymást, de nem tudjuk, hogy a saját életükben mivel foglalkoznak. Nekem ez volt az első kiállításom, ez is én vagyok kiállítás, ahol saját hímzéseimet mutattam be tavaly előtt nyáron. Utána pedig ebben az évben volt a első szakköri turnus végén volt egy körülbelül, hát kéthetes kiállításnak indult, de körülbelül 2 hónapos is lett, mire odaértünk a végére. A szakköri tagok által elkészített hímzésekből rendeztünk egy ilyen évvégi záró kiállítást. Így a könyvtárosok így gyönyörködhetnek benne, mert ők azért 2 hónapon keresztül látták ezt a kiállítást, meg a folyamatát is, ahogy elkészült. Igen, de nem csak, hogy mi gyönyörködhetünk benne, hanem nagyon-nagyon izgalmas ez, akár az Ez is én vagyok kiállítás sorozatunknál, aminek a célja tényleg az, hogy egy másik oldaláról megismerhessünk egy kollégát, akiről nem is feltételeztük adott esetben, hogy milyen hobbija, milyen különleges tehetsége lehet, de ugyanígy ennek a munkahelyi hímző szakkörnek a munkáit is nagyon nagy örömmel nézik meg az itt dolgozók, éppen azért, mert kötődnek személyesen valakihez. Úgyhogy ezek a kiállítások, amikor valaki így az itt dolgozók közül mutatja meg a tehetségét, ez mindig valahogy sokkal több látogatót vonz, és sokkal izgalmasabb az egyetemi polgárok és az egyetemen dolgozók számára is. Úgyhogy ez mindig nagyon nagy élmény nekünk, hogy valóban azért keresik fel ezeket a kiállításokat, hogy lássák Balázs munkáját, vagy éppen megnevezik azt a kollégát, azt a kolléganőt, akinek a munkájára kíváncsiak, és aztán elcsodálkoznak, hogy ki mindenkit ismernek még. Hogy gondolod, mennyire jó módja akár a közösség szervezésnek, a közösségépítésnek ez, hogy hetente összetalálkoztok? A kezdőknél például az nagyon jó ez a heti találkozási szint, mert hogy ők mindig újat tanulnak, és akkor egy alkalommal nem sokat tanulunk sosem. Ez, hogy így heti szinten találkozunk, tényleg a közösség fejlődik, épül ezáltal mindig. A játékos feladatokban is szoktunk ilyen feladatokat is végezni, hogy mondjuk a másik nevéhez alkunk mondjuk egy jellemzőt, és akkor így könnyebben meg tudják például tanulni a másik nevét is. De ezek tényleg összekovácsolódnak, ezek a közösségek. Egy idő után már megy a kis előadás, a hülyeségnek a terjedése néha, tehát sokat nevetünk, és ezek a szakköri foglalkozások sokszor úgy is fejeződnek be, hogy jó kedvel mennek haza a közösségnek a tagjai. Ennek a legjobb bizonyítéka egyébként az, hogy azok, akik részt vettek januártól, ugye az első programban, azok most már haladóként folytatják, és vágytak arra, hogy legyen egyfajta folytatás. Picit időzzünk még el a könyvtárnál, hiszen sok dolgot mesélhetünk ott is. Mindig nagyon fontos összetevője ezeknek a Tittel podcastbeli beszélgetéseknek, hogy ki
kiderüljön, hogy az, aki éppen elfogadta a meghívásunkat, és egy programmal, egy esemény kapcsán kötődik a könyvtárhoz, egyébként milyen viszonyban van a könyvtárral. Számodra, ha azt mondom, hogy könyvtár, könyvek, olvasás, mi az, ami eszedbe jut? Hát nekem a könyvtárral egy kicsit szorosabb viszonyom is van ezáltal, mert én itt tanultam még akkor Eszterházy Károly főiskolán, mert kimondani is furcsa jelen pillanatban, akkor még informatikus könyvtáros szakra, majd mesterképzésen kulturális örökség tanulmányok szakra jártam. Ez inkább kapcsolódik most ez a hímzés témához, mert hogy a hímzéseket, hogy gyűjtöm ezáltal, meg katalogizálom otthon a saját gyűjteményemben, de én alapvetőleg én könyvtárosnak készültem, kezdő munkájában ilyen könyvtári munkatársként dolgoztam, és utána úgy kerültem ide az egyetemre, ahol már ilyen ügyintéző, adminisztrátori feladatokat látok el. Ez egyébként nagyon nagy meglepetés volt nekem, hogy könyvtári végzettséggel rendelkezel, abban az értelemben, hogy már a második olyan megszólalón vagy, aki egyébként más területen dolgozik, de egyébként könyvtárosi végzettséggel rendelkezik, pedig ugye nem is keresem ennek a módját, vagy ennek a lehetőségét, úgyhogy ez nagyon izgalmas volt felfedeznem. Egyébként a könyvtár használata, vagy akár a könyvek, akár a nálunk elérhető különböző információk, információforrások mennyire segítik akár a szakkörbeli, akár a jelenlegi munkádat? Amikor én informatikus könyvtáros szakra jártam ide, akkor én információ broker szakirányra tudtam jelentkezni akkor, és akkor, amikor ott kutatnunk kellett így a különböző feladatokat, beadandókat, akkor sokat kellett kutatnunk, és ez nekem így átjött a hímzés irányába is, hogy én a szakkönyveket azt elkezdtem kutatni a könyvtárakban, de akár különböző adatbázisokban is, akár volt egy cikk, vagy valamilyen téma, rengeteget kutattam. Nagy otthon nekem a könyvtáram, amiből a hímzés néprajz kategóriájú könyvek vannak. Régebben sok könyvet adtak ki hímzéssel kapcsolatban. Vannak olyan hiánypótló kiadványok is, amiket kiadtak 50-es években, vagy akár még régen a 30-as években is, és nincsen azóta másik kiadvány, és nem is nagyon jelent meg másik kiadványban sem az a hímzés minta. És ezek fontosak, hogy ezeket mi tudjuk gyűjteni, hogy meglegyen otthon, mert bármikor olyan van, akkor le tudjuk emelni a polcról, és így a leghatékonyabb módja van, hogy nem kell könyvtárban mondjuk akár néha könyvtárközivel is kérni, mert már olyan szolgáltatást is kértem, mert vannak olyan kiadványok, amik már csak a könyvtárakban vannak meg. De ezeket a könyveket én gyűjtöm, emellett tényleg, ha hímzés mintáról van szó, akkor múzeumban járunk gyűjteni is például, és ott is akkor kutatunk ezáltal, hogy megtaláljuk azt az adott darabot, aminek a mintáját felgyűjtjük, és később feldolgozzuk is. Akkor ezek szerint számodra mondjuk a könyv és a könyvek forgatása az inkább a hímzéshez kötődik, és ezt a fajta hobbit, de hobbinak mondom mindig, és közben elszégyellem magam, hiszen a népművészet ifjú mestereként azért elmondható, hogy nagyon komoly és nagyon magas szakmai színvonalon műveled mindezt. Szóval, hogy ez az érdeklődés, ez a szenvedély mennyire kerül támogatásra a könyvtár által? Könyveket én olvasni sokszor kevés idő jut rá, tehát a szakirodalom felé terelődik ez az irányvonalam, és tényleg vannak olyan könyvek, amiket hogy nem tudunk megszerezni, és akkor így bejövök ide a kollégához, és megkérem akkor őt, hogy próbáljuk már meg megkeresni egy másik könyvtárban, hol található ez meg, ő megkéri akkor könyvtárközivel, és akkor itt a könyvtáron belül akár olvasok belőle részleteket, vagy akkor befotózom a könyvet mondjuk, hogy tudjam később használni. Izgalmas, hiszen pusztán ez az öltögető, hímző szakkör rögtön a könyvtárról nagyon-nagyon sok területet felfedelőtted, hiszen egyrészt helyet adunk. De azért nagyon jó arról beszélni, és egyetértésben beszélni arról, hogy azért sokkal többet igyekszünk mi adni azáltal, hogy jaj, kiderült, hogy van lámpa, akkor átcipeljük. Tehát, hogy tényleg szeretnénk otthont adni ennek az egésznek, és hogy egy picit szeretnénk mi is abból a sikerből egy picit magunkénak tudni, hogy milyen jó hangulatúak ezek a találkozások, mert tényleg azt reméljük, hogy a könyvtár az egy olyan hely, ahol felszabadultan, örömmel együtt tudnak lenni a kollégák, és tényleg kiteljesedhetnek valami olyan érdeklődési körnek megfelelően, mint akár mondjuk a hímzés is. De te a szakirodalmat is használod, abszolút használod a szolgáltatásokat a könyvtárközi kölcsönzés által, és ezek szerint kicsit kollégaként is nézel ránk. Mindezt azért vettem egy picit én magam is végig, hogy milyen sok ponton kapcsolódsz, milyen sokféle módon szerezhetsz benyomást rólunk, akár szakkörvezetőként, akár kollégaként, akár könyvtár használóként is,
mi a benyomásod, neked mi a véleményed, te hogyan ajánlanád a könyvtárunkat? Hát a Tittelpál könyvtár itt azért a Líceum épületében egy impozáns helyen van, és nagy állománnyal rendelkezik. Itt is megtalálható akár szépirodalom, akár szakirodalom. A második emeleti könyvtárban van például fent ez a néprajz hímzés témájú szakirodalom. Én is szoktam forgatni néha alkalomattal, mert mindig találok én is egy új könyvet, amire nem számítottam, hogy az is nekem a témába vág. Én ezt minden orvosunknak tudom ajánlani, hogy jöjjön be ide, nézze meg, mert sose lehet tudni, hogy mit talál, ő neki kedvet kap hozzá. Én pedig ajánlom a kiállításainkat, hiszen ha minden jól megy, akár ezen a nyáron a múzeumok éjszakájához kapcsolódóan láthatják majd a mostani szakkör munkáit is. De nem akarok ennyire előre szaladni, és nem akarok felelőtlen ígéretet sem tenni. Te mit gondolsz, ez az együttműködés mennyire lehet hosszú távú, neked milyen terveid vannak? Én ezeket a szakköröket szeretném folytatni évről évre, tehát nem rövid távon tervezem őket. A múzeumok éjszakájával ez nekünk összefonódott, mert az idei évben is így volt a kiállítás, sőt, nekem a saját kiállításom is ehhez kapcsolódóan zajlott, de körülbelül egy ilyen május végig szoktak tartani a foglalkozások, úgyhogy ez ilyen évadzárónak szépen meg tudják mutatni a tagok, hogy mit készítettek el, és ebből próbálunk szépen egy kiállítás formájában megmutatni ezeket a darabokat a nagy közönségnek. Balázs, köszönöm, hogy a szakkör, a kiállítás, a személyes kötődés kapcsán ennyi mindenről beszélhettünk, és ennyi mindent megtudhattunk, akár a hímzésről, akár a Tittelpál könyvtárról. Jövő hónapban újabb témával jelentkezik a Tittel Podcast. Addig is személyesen és online is ellátogathatnak hozzánk. Mindenkit erre buzdítunk. Eszterházi Podcast.